Én már harmadik alkalommal került sor a hazaváró megrendezésére. Ez a hazavárót eredetileg is 3 évenként terveztük, de az elmúlt időszakban 10 év után sikerült megrendeznünk ezt a szívet melengető programot. Szívet melengető úgy gondolom azok számára is, akik ide hazajönnek, és nekünk is, mi akik itthon maradottak, szervezzük. Két okból szervezzük, mert nagyon jó találkozni a régi ismerősökkel, és egyben a másik oldalról pedig tisztelgés az őseink emlékére. Nagyon sokat kaptunk mi az őseinktől, lélekbe, épített kultúrába, és mindenbe, munkaszeretetbe, és nagyon szeretnénk ezt megéreztetni és átadni a mi fiataljainkkal, és átélni az idehaza látogató, visszalátogató testvéreinkkel, barátainkkal. A Német Önkormányzat nevében szeretettel köszöntök mindenkit, és megkérem polgármesterről, hogy mondjon egy pár kedves szót nekünk. Kedves ismerősök! Ősök napja és hősök napja van ma. Két nagy ünnepe falunknak. Még vannak közöttünk, akik megölelhették búcsúzóul a hazaszolgálatára induló hőseinket. És itt vannak közöttünk a szülőföld hívó szavára érkező kedves vendégeink, ismerősi testvérek is. 100 éve és 70 éve ugyanígy reménykedtek a déd és tükszüleink is, hogy a szeretett fiút vagy édesapát, akit a világháború frontjai elsodortak, viszont láthatják még legalább egyszer az életben. Azok azonban, akiknek nevét a kinti márványtáblák őrzik, soha többé nem tértek vissza a szülőfalujukba. Az akkori nagyhatalmak egész világot átrendező érdekei, a halálos sebeket ejtő frontok megölték a hazatérés reményét. Hűseink örökre idegen földre nyugosznak. A világrendnek hatalmi étvágya ma sem csillapul. Nem csak a föld, majd összes kontinensén dúlnak kisebb-nagyobb háborúk, de közvetlen mellettünk, a határmenti szomszédos országokban is időről időre fegyvert ragadnak. A békéért dolgozni kell. És nem csak a határszéleken, hanem itthon, itt, Kismarosan is. Felelősek vagyunk azért, hogy ne legyenek már sebeket ejtő frontok körülöttünk. Olyan Kismarost kell egykor majd hátrahagyunk, hogy ide visszavágjanak, és ide mindig örömmel térhessenek vissza a Kismarosról elinduló mindenkori ősök és hősök. A hazaváró rendezvény programja az már délelőtt kezdődött, 10 órakor egy ünnepi szentmisével, és idén különös alkalom volt, hogy az őseink sírját sikerült méltó keretbe rakni, a múzeumtól kapott sírkeretből felújítottuk, és méltó helyet kapnak azok az ősök, akik ezt a falut megalapították, és örökül hagyták nekünk. Allmächtiger, ewiger Gott, unser Leben ist kurz und vergänglich. Du aber lebst in Ewigkeit und deine Liebe ist stärker als der Tod. Daran halten wir im Glauben fest. Wenn wir jetzt unserer lieben verstorbenen Vorfahren gedenken, dann bitten wir dich, nimm alles Gute und Liebe ihres Lebens an, befreie sie von ihren menschlichen Fehlern und Schwächen, von Sünde und Schuld. Schenke ihnen und uns ein Wiedersehen bei dir und damit die Vollendung in deinem Reich. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. A sírszentelés után kerül sor
a kulturális programok megrendezésére, ahol a legkisebb gyerekektől, az óvodáskortól egész a nyugdíjasokig be fogjuk mutatni, hogy hogyan éljük a napjainkat, és mi mindent adunk át azokból, amit mi kaptunk a gyerekeinknek. Ebbe természetesen van magyar hagyomány, van német sváb hagyomány, és először szerepelnek a nemzetiségi nyelvet tanuló gyerekeink, és bemutatják, hogy mit tanulnak a nemzetiségi német nyelvoktatás terén az iskolákba. Thank you.
szerint 3 év múlva újra várjuk haza az elszármazott kismarosiakat, régi barátainkat, és reméljük, hogy mind ugyanilyen számba, sőt, még nagyobb számba tudunk találkozni, és újra egy gyönyörű szép napot eltölteni Kismaroson.